Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! A felnőtt hittanos témánknak a második részéhez értünk, mégpedig arról az lenne a mai témánknak az emlékezése, hogy mi az Isten. Ugye az első részben azt bizonygattam, hogy létezik az Isten, most pedig arra a kérdésre keresek a választ, hogy milyen az Isten. Úgyhogy első feladat, aki még nem tette volna meg, vegyük el a pénztárcánkat. Ne csaljunk, tessék elővenni a pénztárcát. Nyugodtan meg lehet most állítani a videót, és menjünk, és keresünk a pénztárcánkat. Jó. Na, bízom benne, hogy mindenki elért oda, hogy megvan a pénztárcája. Én sem csalok, én szépen nem nyúltam bele, nem piszkáltam hozzá, nem raktam bele, nem vettem ki, hanem most mindenki azt csinálja, hogy kinyitja a pénztárcáját, és az összes benne lévő pénzt megszámolja. Hát papírpénz az nálam nincsen, most szegény a pap, nálam apró pénz van. De mondjuk abból van egy csomó, hogy nézem, hogy nem, hogy van egy 200-as. Na, van egy csomó aprónk, úgyhogy megszámolom, mennyi pénz van nálam, sok 200-as van. Most beváltottam a persei pénzt, mert ugye inkább papír legyen benne, mint fém. Azt mondja, hogy ez itt 5000, 2000. Ez nem is magyar pénz, ez mi az, ez keres itt? Van ilyen apró pénzem, figyeljük. Ilyen apró pénz, ilyen kis, nem tudom mi az, ez nem fókuszálsz rá, fókuszálj már rá, oda. Nem akarsz oda, hogy kell oda fókuszáltatni? Nem piszkálom, jó? Ez ami idegen, eurócent. Na, ott tartottam, hogy... Mindjárt meg is mutatom. Ó, milyen szép kerek. Ezek tízesek, ezek ötösök. Na, senki nem mondhatja, hogy nem szeretem a rendet, kérem. Olyan rendet csináltam itt az asztalon. Hihaj, csuhaj. Szóval az előző videóban azt bizonygattuk, hogy van Isten, ugye háromféle módon is bizonyítottam, hogy van Isten, de hogy embere válogatja, kinek melyik tetszik. Na, mutatom. Van a pénztárcámban 1000, 2000, 3000, 4000, 50, 50, 70, 90, 100. Van a pénztárcámban 4100 forint. Így lehet nézni. 4100 forint. Hát ha nagyon akarnám, mit tudnék venni ebben a 4100 forintból, ami nem egy olyan nagy duranás. Bemennék bármelyik boltba. Tudnék ebből venni 10-12 liter benzint. Vagy, bocsánat, gázolajat. Ugye az én kocsimba gázolaj kell. Nincs itt egy kis pénz. Hát ha. Nincs. Papírpénz, azt most nincs nálam, azt mondom, hogy beváltottam. Igen. Tudnék venni egy vasárnapi ebédre valót, esetleg némi csirkefarhátat. Nem egy nagy duranás, most jelenleg. És ha belegondolunk, a boltban való vásárlás lehetőségeink eléggé személyre szabottak, mondjuk a bankkártyát nem mutattam, ugye? Eléggé személyre szabottak, hogyha tudom, mennyi van a pénztárcámban, belenézek, és akkor azt mondom, hogy hú, most nem is tudom, nem veszek 6 kiló krumplit, mert nincs annyi pénzem, csak 1 kiló krumplit veszek. A lehetőségeim ugye néha eléggé meg vannak nyírva. Na most, ez az érték, ez logikusabb módon növelhető. Fogom magam is, több pénzt rakok még esetleg bele, rakok még bele 10000-est, mondjuk hozzárakok mondjuk egy 10000-est, akkor már is 14100 forinton van, amiből több mindent meg tudok venni. Nem is tudom, 14000 forint, egy jobb legó, egy tűrhetőbb legót már meg tudnék belőle venni, vagy 14000 forint, jó pár csomagkártya, nem is tudom, jó pár doboz bagó, hogyha kellene, több sör, egy nagyobb kajálás, az már belefér, egy jó pizzázás, el tudok menni egy étterembe pizzázni, nem kell a borba sorba állni, be még az étterembe. Rakok hozzá még egy 10000-est, akkor már 24100 forinton van, abban már egy valami tűrhetőbb telefon meg lehet venni, rakok még hozzá egy kis pénzt, bárhogy tudom növelni ezt az összeget. Lehetőségeim ez miértem persze, de ahogy növelem az összeget, úgy nyílnak meg a lehetőségek. Az egyik pillanatban még csak esetleg kenyeret, meg némi sört tudok venni, vagy tejet, tojást, a másik pillanatban meg kaviát zabálok. Nem? Azért, mert hozzáraktam egy kis értéket. Ez az érték, ahogy itt látjuk, ez növekedhet. Bárhová hozzápakolhatok még számokat, veszőket, bárhová hozzárakhatok még értéket, és úgy növekszik. És ugye nagyon fontos, hogy ezt az értéket én bármeddig növelhetem. Tehát tehetem azt,
hogy egészen hosszan sokáig rakom hozzá a pénzt, és akkor sokkal többet tudok megvenni belőle. Egyik percben még csak egy robogót, másik percben már egy BMW-t, aztán már egy normális autót is tudok venni. Na jó, most ez nem szekálása volt a BMW-seknek, csak ugye értjük, hogy ahogy növekszik a pénzmennyiség, úgy növekszik a lehetőség, amit meg tudok belőle venni. Na most, hogy milyen az Isten? Legelőször is, milyen a világ? A világunk, milyenek vagyunk mi magunk? Az ember az véges. Minden irányban, térben például. Nem tudok messzebb nyúlni egy olyan másfél méternél, két méternél. Bármennyire nyújtom a kezemet, nem fogok tudni messzebb elérni. Vannak határaim. A látásom pontosságának meg vannak a határai, vagy a hallásomnak a határai. Ugye például egy denevér teljesen más hangfrekvenciában hall, meg beszél, cincog, vagy mi az ezt csinál a kis szájával, mint én. Ugye? Tehát amit én nem látok, egy denevér látja. Amit én nem hallok, egy denevér hallja. De lehet az is, hogy amit a denevér nem hall, azt meg én hallom. Ugye mindenkinek megvannak a maga lehetőségei, megvannak a határaink. Ez a határ lehet térbeli határ, képességbeli határ, vagy éppen időbeli határ. Ugye? Lehet tudásbeli határ. Mert nem is tudom, esetegén tudok valamennyire így. Van furujám, és akkor tudok, ez el van fordulva ez a vacak. Ugye már tudásbeli határ, hogy tudom, hogy ezt el kell fordítani, mert ez nem jól áll itt, kérem szépen. De azért az én kis furujázós tudásom, az nem mérhető össze egy művészével. Ugye? Tehát van különbség köztünk, tudásban, képességben, lehetőségben, vagy éppen pénzben, ahogy az elején mutattam. Ugye, ha az én pénztárcát meg a Bill Gates pénztárcáját nézzük össze, akkor nem ugyanaz a végeredmény. Na, az van, hogy az embernek megvannak a maga határai. Ezt betudomásul vesszük, elfogadjuk. A világnak is megvannak a maga határai. Valameddig lehet menni. Lehet menni itt sokat, de valahol az útnak egyszer csak vége van. Egyszer csak visszaérek oda, ahol elindultam. Ugyanígy az életünknek is megvannak a maga határai. Élek, de egy idő után elvágják a madzagot, véget ér a film, kimennek és sétálnak a teremből. Ugye az ember megtapasztalja maga határait. És logikus módon ezek a határok bennünket nem biztos, hogy boldoggá és elégedetteké tesznek. Ezért vágyakozunk nagyobb dolgokra, jobb telefonra, gyorsabb autóra, nem is tudom, egy szebb házra, egy másik színre, egy új ruhára, egy újabb ételre, ezt próbáljuk ki, azt süssük meg, azt főzzük meg, azt a sőt kóstoljuk meg. A vágyaink azok bennünk vannak, mert a határaink is velünk élnek. Na most ezek a határok, ahogy mondtam, nem biztos, hogy boldogságot töltenek el minket. Egyrészt oktatnak és figyelmeztetnek, hogy van dolog, amire nem vagy képes, van dolog, amit nem tudsz elérni, viszont mindentől függetlenül hajtanak bennünket, mert vannak dolgok, amiket el tudunk érni, amikre képesek vagyunk. Na most már sejtjük, hogy milyenek vagyunk mi. Milyen akkor az Isten? Logikus módon a teremtőnél nem lehet nagyobb a teremtménye. Azért nem lehet nagyobb, mert bármennyire is akarjuk, a teremtőnek többet kell tudnia, mint a teremtménynek. Ez olyan, mint amikor itt van ez a pénz, de magától ez a pénz nem fog növekedni, nem lesz több. Valakinek, aki több, mint ez a pénz, hozzá kell tennie ahhoz, hogy ez több legyen, vagy el kell belőle vennie ahhoz, hogy ez kevesebb legyen. Tehát a teremtő és a teremtett között az az óriási nagy különbség, hogy van köztük különbség. Minőségbeli különbségnek kell lennie. Nagyon-nagyon ritka a világban, amikor a szerencse az, ami egy minőségi többletet hoz. De a mennyiségbeli változás, hogy egy van, aztán kettő, aztán sok, az nem hozza magával a minőségbeli változást. Azért, mert valamiből sok van, az nem biztos, hogy jó lesz. Na most, ez mind a vírus, ugye? Az ember testében ott van egy vírus, egy betegség, az elkezd topzódni, elkezd több lenni, persze mutálódik, változik, ugye? Az élettérnek megfelelően módosul, de a végeredmény oda fogunk eljutni, hogy a gazdatest az meghal. És ha a gazdatest nem tudja átadni a vírust, akkor a vírus vele együtt fog pusztulni, csak ez a vírus ezt nem tudja. Tehát a teremtett és a teremtő az a nagy különbség közte, hogy igenis, a teremtettnek megvannak a határai.
Na most, ha a teremtőnek, az Istennek is vannak határai, akkor megette a fene az egészet. Mert akkor ő is tudja a saját határait, mi az, amit nem tehetek. Mi az, ami nekem már nem fér bele a lehetőségeimbe. Hol van az a pénz határ, amire azt tudom mondani, hogy ezt már nem tudom megvenni. Na most, mi értelme volna egy olyan Istennek, akinek egyszer csak jön egy határ, és azt mondja, hogy állj, ezt már nem tudod, ezt már nem fogod, ezt már nem teheted. Nem, az Istennek bármire képesnek kell lennie. Ugye mi időben, térben és hatalomban, erőben, lehetőségben zártak vagyunk. Az Istennek nyitottnak kell lennie, végtelennek kell lennie, mert ha időben véges, akkor meg fog halni, vagy valamikor született. Ha erőben, hatalomban véges, akkor van, amire nem képes. És ha méretben, tehát kiterjedésben képes, nem végtelen, akkor van valami, ami nagyobb, akkora, mint ő, vagy nagyobb, mint ő. Tehát az Istennek végtelennek kell lennie. Ez olyan, mint amikor ugye meghal az ember, hiszük, valljuk, majd fogunk erős emlékedni a mennyországról és a pokolról, de mind a kettőnek végtelennek kell lennie időben és térben. Pontosan azért, mert ha véges lenne a mennyország vagy a pokol, akkor utána mi van? És akkor mi van? Utána mi jön? Tehát, amikor Istenről emlékedünk, azt kell látnunk, hogy az Istennek végtelennek kell lennie. Bizonyítja ezt például a teremtés. Ugye a teremtés könyvét kinyitjuk, Isten egyszerűen akarja, hogy legyen a világ, azt mondja, legyen nap, legyen ez, legyen az, legyen amaz. A teremtés könyve a legelső könyv a Szentírásból, és onnan ezt láthatjuk, hogy Isten hogyan hozza létre akaratával a mindenséget, akar ő legyen ember. Ugye kétfajta emberteremtés van, kétfajta teremtés történet van a Szentírásban, hogyha kinyitjuk a teremtés könyvét, akkor kétféle módon teremt, az egyik a hatnapos teremtés, a másik pedig a háromnapos teremtés történet, de lényegében az Isten hatalmából fakadóan úgy dönt. Na most, én úgy hiszem, hogy nem is baj, ha itt nem megyünk tovább. Egyszerűen azért, mert az Isten végtelen, mi pedig végesek vagyunk. Az Isten nagy, mi pedig kicsik vagyunk. És rossz, hogyha viszonyítom, hogy az Empire State Buildinghez képest a lábánál lévő kis porszem, mi vagyunk. Nem jó, mert ez egy viszonyítás. Az Isten végtelen, örökké való. És ezt én nem fogom tudni soha felfogni. Azért nem tudom felfogni, mert én nem vagyok végtelen, én véges vagyok. Megsejteni meg tudom. Megsejteni meg tudom, ahogy most megsejtettem a határaimat. Megsejteni meg tudom, milyen az, amikor sok pénzem van, de az, amikor annyi pénzem, hogy bármint körötek is soha nem fogy el, azt soha nem fogom megsejteni. Egyszerűen azért, mert egy idő után el lehet veszíteni minden pénzt. Tehát azért volt már erre jó pár példa. Van egy ilyen, hát majd valahol belinkelem, egy ilyen érdekesség, a 10 legnagyobb lottóvesztes. És van egy csávó, aki nem is tudom, Angliában nem tudom hány millió dollárt nyert, kivizette az adósságait, nem tudom, micsoda, a család szépen rendben, és stb. Elkezdek vásárolni, és oda jutott el a fazon, hogy most ott dolgozik, mint kukás. Elfogyott a pénz. Az a sok-sok pénz, amit megnyertek, úgy, 10 év alatt szépen elment, feleségétől elvált, lett alkesz, nem tudom mi a szöszök, most ne legyen hajléktalan, dolgozik, kukás. És van róla egy fénykép is, hogy ott dolgozik. Tehát, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy igen, nekünk megvannak a határaink, de ebből következik, hogy az Istennek végtelennek kell lennie. Neki nem lehetnek határai. Ebből következik az is, hogy az Isten jó vagy rossz. Mi azt mondjuk, hogy jó Isten, jó Isten, jó Isten, ugye ezt szoktuk mondani, de teremteni a rombolás az nem tud. A rombolás rombolni tud. A rombolásban maximum szerencsével, mázlival születhet teremtés. Valamilyen szintű teremtés. De teremteni csak a teremtő tud. A jó tud igazán teremteni. A rossz az maximum fenntartani, vagy rombolni tud. Tehát az Istennek jónak kell lennie. És az Isten végtelen méretben, tudásban, lehetőségben, erőben, időben, akkor végtelen a jóban is. És így már érthető valamennyire,
hogy miért küldte el az ő egyszülött fiát, miért teremtette a világot, mert ebben a végtelen jóságban akar bennünket is részesíteni. A végtelen örökkévaló Isten azt szeretné, hogy mi is ennek az örökkévalóságnak a részesei legyünk. Na most, hogy miért élünk a világban? Ez lesz a következő témánk, hogy miért is élek én a világban, és vegyünk elő egy lapot, egy szimpla lapot, legyen az egy A4-es nyomtatópapír, vagy egy rajzlap, bármilyen, egy újság. Hajrá! Ez a következő videóhoz a feladat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!